Megtartották a Méltóság mezeje programot. A gyógyíthatatlan betegekre emlékeztek. Jézus szenvedés történetét adták elő a fiatalok. Több ezren a Tettyei misztérium játékon. Kreatív történelem verseny középiskolásoknak. Határon túli csapatok is a döntőben. Köszöntöm nézőinket, önök a Pécs TV híradóját látják március 26-án hétfőn. Tartsanak velünk! Idén is megrendezték a Méltóság mezeje megemlékezést. A hospice ellátásban résztvevő közreműködésével és számos támogató segítő önkéntes részvételével jött létre a program. Az eseményt a Pécs-Baranyai Hospice Alapítvány hívta életre. Minden évben kétszer tart megemlékezést a Pécs-Baranyai Hospice Alapítvány. Októberben a hospice ellátás világnapján ültetik el a narcisz hagymákat, tavasszal a virág nyílása idején pedig a második ünnepséget tartják. A súlyos gyógyíthatatlan rákbeteg embereknek még a betegségnél is rosszabb életük utolsó időszakában a magány. A Pécs-Baranyai Hospice Alapítvány pedig ezt igyekszik megkönnyíteni valamennyiük számára. A rendezvény fővédnöke idén Hoppá Péter kulturális felelős államtitkár, pécsi országgyűlési képviselő volt. Az a fantasztikus országos társadalmi szerepvállalás, amit a hospice alapítvány tesz, és az a célkitűzés, amely megpróbálja a társadalmunkat, a kultúránkat ebben a kérdéskörben pozitív irányba elmozdítani, és nyilván ebben a Vöröskereszt együttműködése és azok az intézmények együttműködése, amelyek az életvégi támogatásban szerepet vállalnak, részt vesznek, azoknak, ahogy mondtam, a társadalmi folyamatok ellenében ható tevékenységük felértékelődik napjainkban. Ezért tartozunk, tehát köszönjük Önöknek. A Méltóság mezeje egy nemzetközi figyelemfelhívó rendezvény, amelynek célja bemutatni azt, hogy az emberi méltóság az utolsó pillanatig megőrizhető, és minél többen megismerjék a hospice ellátást. Dr. Csikós Ágnes, a Pécs-Baranyai Hospice Alapítvány elnöke elmondta, ezeken a betegeken szinte mindenki tud valamilyen formában segíteni. A szemléletformálás pedig már gyerekkorban el kell kezdeni. A családok, akik ilyen betegségben vannak, nagyon-nagyon örülnek annak, hogyha ilyenkor támogatást kapnak szomszédoktól, barátoktól, és ennek a kultúráját, ennek a természetességét is szeretné ez a program megjeleníteni. Nagyon örülünk, hogy sok iskolás van, kisebbek, nagyobbak, akik részt vesznek ebbe a programba, mert azt gondolom, hogy fontos, hogy a segítségnyújtásnak az ilyenfajta formáját is megismerjék, és örülünk neki, hogy ez a program ismét megrendezésre kerülhet. A Méltóság mezeje országos programba a Pécs-Baranyai Hospice Alapítvány hospice munkatársain kívül a programba bekapcsolódott a Baranya megyei Vöröskereszt, köszöntőt mondott Udvaros Renáta, megyei igazgató. Továbbá számos önkéntes, iskolások, fiatalok, egyetemi hallgató, színművészek. A gyógyíthatatlan daganatos betegekről és ápolóikról szóló megemlékezést idén a Domkőtárban rendezték meg. A Kertvárosi Rendelőintézet megnyitóján közel 30-an adtak vért. Ez pedig úgy történt, hogy a Tükekártya és az Országos Vérellátó Szolgálat közös akciót rendezett március 20-án a helyszínen. A vértadók a véradásért ingyen válthatták ki tükekártyájukat, illetve élhettek a kártya hosszabbítás lehetőségével. Az adományozott vérmennyiség háromszorosa volt az egyes véradási kitelepülések során elért átlagos eredményeknek. 70 darab új térfigyelő kamerát kap Pécs városa kormányzati támogatásból. Ennek a felét a keleti városrészbe telepítik. A témában vendégem Csizi Péter, Pécsváros országgyűlési képviselő, akit nagy szeretettel köszöntök. Mit kell tudni ezekről a térfigyelő kamerákról? Milyen fontos szerepet töltöttek be az elmúlt hét esztendőben, hiszen azóta nagy változások történtek a közbiztonságban? Azt láthatjuk, hogy ha megnézzük a rendőrségi statisztikákat, akkor évről évre csökken a bűncselekmények száma Magyarországon, és azon belül Pécs városában is. De talán ennél fontosabb, hogy meglegyen a biztonsági érzetünk, hiszen hiába jók a statisztikák, hogyha amikor kimenjünk az utcára, főleg az esti órákban, ha nem érezzük magunkat biztonságban, akkor a jó statisztikai számok azok nem jelentenek nekünk nyugalmat. És ahhoz, hogy biztonsági érzetünk javuljon, ahhoz sok más eszköz mellett, de nagyban hozzájárulnak a
kamerák telepítése, és azt is tapasztaltuk mi magunk is, hogy a pécsi kamerarendszer ezt a biztonságérzetet fejlesztette az elmúlt 8-9 évben, amióta már napi szinten kihelyezésre kerültek a köztéri kamerák, amiket egyébként 0-24 órában folyamatosan néznek, és nem csak akkor jó, és nem csak azért jó, mert a szakember az pillanatban már észreveheti a bűncselekményt, és ideje korán tud riasztást adni a rendőrségnek, hanem a gyors felderítéshez nyújt, és nyújtott az elmúlt időszakban rengeteg segítséget, hogy ezen kamerák adatai és a felvételek azok azonnal rendelkezésre állnak, és nem kell begyűjteni a különböző cégek, bankok, boltoknak a saját kameráinak az adatait, hanem a rendőrség perceken belül meg tudja állapítani, hogy mi történt, és ezáltal a felderítés arányát is tudja javítani. Szerintem ennek is köszönhető, hogy egyre jobbak a statisztikák ma Pécsett. Tehát a fele 35 darab a keleti városrészbe kerül, a másik fele az hova kerül, mi lesz a sorsa? 10 Uránvárosban, és 25 pedig Kertvárosba kerül kihelyezésre, annak érdekében, hogy megfeleljünk a lakossági akaratnak és a lakossági kérésnek, hiszen emlékszünk még arra, amikor városi konzultációt hirdettünk, és azt követően pedig a város részi konzultációban, Uránvárosban is és Kertvárosban is megkérdeztük a pécsieket, hogy az adott lakóközösségben milyen problémát észlelnek, melyek azok a területek, ahol megoldást szeretnének látni, lehetőleg már rövid távon. És például én a Kertváros konzultációt ismerem, a Kertváros konzultációban vagyok érdekelt, és ott jól látjuk, hogy a közbiztonság egy olyan pont, ami a kertvárosi emberek életét meghatározza, és amiben kérik a fejlesztéseket, kérik, hogy minél hamarabb eredményeket tudjunk fölmutatni. Ezért indítottuk be a kertvárosi polgárőrséget, ezért adtunk a közterületfelügyelőknek és a polgárőröknek egy közös irodát a nevelési központ mellett, ezért sikerült azt elérni, hogy az országos rendőrfőkapitány egy autót adott a kertvárosi polgárőröknek, hogy a felderítést, a járőrözést megkönnyítse, és ezt a sort folytatja a mostani fejlesztés, hogy a már meglévő kamerarendszerünket bővítjük. Ez a bővítés pedig egyébként azt jelenti, hogy városi szinten megduplázzuk a kamerák számát, de bizonyos területen akár a háromszorozást is elérhetünk, mint például a Kertvárosban háromszor annyi térfigyelő kamera lesz majd, mint amennyi ma figyeli ezt a városrészt, és hát ne felejtsük el, hogy városunk legsűrűbben lakott, legnépesebb területe, úgyhogy fontos, hogy a biztonságérzet itt is növekedjen. Tehát akkor 140, körülbelül 140 kamera van elhelyezve, vagy lesz még majd összességében elhelyezve a városba, azért ez már bőséges mennyiség a biztonságba tartás érdekében, gondolom. Másik pedig az, hogy visszatérve egy fél gondolat erejéig a polgárőrségre és a rendőrségre, úgy tudom, hogy a rendőrségnek voltak olyan autói, amelyek kiváló állapotban voltak, de egy kis felújítással, újravizsgáztatással a polgárőröknek átadták, ezáltal ők is egy kicsit jobban meg tudnak erősödni, és akkor ezzel ott is az állományt lehet bővíteni. Jók a híreim? 3 autó érkezett az elmúlt 1-1,5 hétben Pécs városába, ami a polgárőrök munkáját segíti. A kertvárosi polgárőrök szolgálati autójáról már beszéltünk, de Pécs keleti város részébe 2 autó került kihelyezésre, Hopál Péter képviselő úr kérésére, és valóban jók az információk, ez a 3 autó mind korábban rendőrautóként teljesített szolgálatot, és azáltal, hogy a rendőrség lecserélte az autóit, a járőrautóit, és fejlesztette
azoknak a különböző elvárás szintnek megfelelő technikai adottságait. Elsősorban itt most arra gondolok, hogy a déli határvédelem miatt sokkal több terepjáróra van szükség, mint mondjuk a migráns áradatot megelőző időszakban. Tehát most, hogy ez a nagy arányú fejlesztés elérte a pécsi és a baranyai rendőrkapitányságot is, azért fogalmaztuk meg a kérésünket képviselő úrral, mert láttuk, hogy a korábbi állományban nagyon jó minőségű autók most leszerelésre kerültek, és ezeket az autókat egy kisebb rendben tartás, úgymond ráncfelvarrást követően használatba lehet adni a polgárőröknek, és annyira sikeres volt ez a kis munka, hogy a polgárőr autók most olyanok, mintha újak lennének. Nem lehetett azt, nem is látszik az rajtuk, hogy korábban rendőrautóként teljesítettek szolgálatot. Az új térfigyelőkamerák kihelyezésre körülbelül mikor kerül sor, mikor lehet elkezdeni? Gondolom, ez egy hosszabb folyamat, hiszen itt tervezés, kivitelezés, egyebek vissza vannak még. A legfontosabb résszel túl vagyunk. A pénz az elkülönítésre került a kormány döntésnek megfelelően. Ezt a pénzösszeget reményeink szerint az elkövetkező egy-másfél hétben leutalják Pécsváros számlájára, és utána indul meg a közbeszerzés, azt követi majd vagy vele párhuzamosan zajlik majd a tervezés. De ezeknél a helyeknél elektromos áram kialakítást is bizonyos helyeken még eszközölni kell, tehát vannak felkészítő munkálatok, de úgy gondolom, hogy egy ilyen kicsivel több mint fél év múlva az összes kamera kihelyezése megoldott lesz. Köszönöm szépen a tájékoztatást. Köszönöm szépen a figyelmet. Ismét több ezeren érkeztek a Tettyére, hogy az ifjúsági passiót végigkövessék. A Misztérium játékot harmadik éve a keretalkotó csoport és a pécsi Katifi közösen rendezi. Másfél óra alatt a fiatal színészek kórhű ruhában játsszák el a nagy hét eseményeit. Az ifjúsági passió minden évben népes tömeget vonz a Tettyére, ahol a szereplők kórhű jelmezben számos statisztával, dalbetétekkel és zenei aláfestéssel idézik fel Jézus szenvedés történetét. Az ifjúsági passiót 2012 óta szervezi a pécsi Katifi, akik egész évben biztosítják a szórakozási és program lehetőséget a hívő vagy épp istenkereső fiataloknak. A tettyei passióban minden évben mintegy fél száz fiatal szerepel, a játékhoz bárki csatlakozhat. Az ifjúsági passió szereplőinek legfőbb célja az, hogy évről évre közelebb hozzák mindenkihez, köztük a fiatalokhoz is Krisztus szenvedés történetét, melynek ugyanolyan emberek voltak az átélői, mint a maiak. Igyekszünk a legnagyobb részletekkel figyelni arra, hogy minden precízen legyen előadva, és a lelkületi része az meg azt hiszem, hogy akkor jön majd, amikor igazán benne leszünk. Én így erre nagyon készülök, és tavaly is én voltam a Jézus, tavalyi tapasztalatom az az, hogy amikor benne vagyok, akkor így elfelejtek minden körülményt, és tényleg megélem azt, ami ott történhetett. Coff Ágnes, aki már másodszor játszotta Mária szerepét, lelki gyakorlatnak tekintette a felkészülést és magát az előadást is. Jól érzem magam, már most van bennem egy kis druk, de az a csapat, az a közösség, ami kialakult, az biztos vagyok benne, hogy az előadás közben is egy ilyen megtartó erő fog tudni lenni. Úgyhogy nagy izgalom nincs bennem, és remélem, hogy amit próbáltam megformálni, az a Mária, az meg fog tudni jelenni az emberek előtt. Az idei passiójátékot is a keret alkotócsoport tagjai rendezték, akik felelevenítették a középkori misztériumjátékok hagyományát. Fontos szempont volt, ahogy eddig is, hogy a szereplők ezúttal is megszólítsák a közönséget és bevonják a játékba. Harmadik éve rendezzük már egy közösen az ifjúsági passiót, és tényleg az a tapasztalatunk, hogy évről évre egyre összeszokottabb a csapat. Nagyon sok új arc jött, de az első hónapokban, első próbákon elsősorban közösséget építettünk, és aztán ehhez képest jóval kevesebb időt kellett most magára a szerepekre időt fordítani. Azt gondolom, hogy sikerült úgy összejönnünk egymásra, hogy egy nagyon nagy bizalom és elfogadás van bennünk, és hogy mindenki tudja, hogy hol a helye, mit kell tenni, és azt gondolom, hogy mindenki számíthat egymásra, és szerintem számíthatnak azok is, akik jöttek a mai napon. A passiójáték szereplőit ezúttal is több ezren kísérték végig a tettyei helyszíneken.
két év alatt megduplázta termelését, és idén újra közel 900 főre emeli alkalmazottainak létszámát a BAT pécsi dohánygyár, írja a bama.hu. Fejlesztéseivel a pécsi gyár a dohányipari multicég harmadik legnagyobb európai egységévé növekedett. A sikeres és hatékony munkaerő utánpótlás érdekében a BAT pécsi dohánygyár több szinten is helyi együttműködéseket indított. A cég a Pécsi Tudományegyetem műszaki karával közösen speciális kurzust indított a felsőfokú végzettségű műszaki szakemberek képzésére. A társaság ugyancsak megkezdte együttműködését a Cipernovszki és az Angster szakképző iskolákkal, ezekből középfokú végzettségű utánpótlásra számítanak. A pécsi dohánygyár belső képzést is indított azon dolgozói számára, akik fogékonyak a gyárban szükséges műszaki ismeretek iránt. A pécsi gyár fejlődésével újra előrelépett azon a téren is, hogy szép számmal jönnek ide más nemzetiségű szakemberek, a nemzetközi karrier lehetősége az itt dolgozók számára is adott. Kreatív történelem címmel már hatodik alkalommal rendezett történelem tanulmányi versenyt a PTE Történettudományi Intézete a PTE Babits Mihály gyakorló gimnáziummal együttműködve. A megmérettetés a középiskolás diákoknak szólt, szombaton tartották az országos döntőt, ahová határon túli fiatalok is bejutottak. Az idei témakör a dualizmus koráról szólt. A döntőbe jutott 8 csapat között 3 határon túli társaság is van, akik a szlovákiai Dunaszerdahelyről érkeztek. Heringes William második osztályos az egyik magángimnáziumban, és második alkalommal jött versenyezni. Azért jelentkeztünk erre a versenyre, mint tavaly, mert ez a kreatív történelem verseny, és ez szerintem nagyon vonzó, hogy nem egyszerűen csak egy bemagolt anyagot kell fölmondanunk, hanem vannak ezek a szituációs játékok. Ezek szerintem nagyon vonzóak, nagyon jó dolgok, és ezek fölkészítenek másra is az életben, nem csak a történelemre, és ez egy jó dolog. A Kreatív Történelem című tanulmányi versennyel a szervező célja az volt, hogy a közoktatás hidat alkosson, találkozzon az egyetemi felsőoktatással. Mindig figyelembe veszik a középiskolai igényeket. Ezzel segíthetik az egyetemre való felkészülést, a diákok pedig kiélhetik kreativitásukat. Ezen kívül az egyetem is láthatja, hol tartanak tudásban azok a diákok, akik a történelem, a bölcsészettudomány terén kívánnak tovább tanulni, mondja Gőzsi Zoltán tanszékvezető, a verseny ötletadója. Fordulókra is tekintettel vagyunk. A közoktatási igényét annyiban vesszük figyelembe, hogy olyan témákat igyekszünk feldolgoztatni, amelyek az érettségében visszaköszönhetnek. Történettudományi szempontból meg azért érdekesek ezek az évfordulók, mert aktualitást adnak és új szakidalmak jelenhetnek meg, és idén pont emiatt a 2017-18-as tanévben a dualizmust választottuk a kiegyezés évfordulója kapcsán, és ebből a témából készültek, tehát 1867 és 1914 közötti magyar történelem volt a fő tematika. Az elmúlt 6 évben több mint 100-100 csapat jelentkezett a tanév elején a verseny meghirdetését követően. A döntőbe a legjobb teljesítményt nyújtó 8 csapat jutott be. 3 szerdahelyi, 2 budapesti, 1 zentai, 1 bonyhádi és 1 pécsi. Ebben a tanévben a dualizmus kora került a fókuszba. Az elmúlt hét különleges állatkerti tanórái után vasárnap a Vízvilágnapja alkalmából családi rendezvényen foglalkoztak a pécsiek a víz érdekességeivel, egyben az állatkert új medúza folyosóját is megcsodálhatták. A pécsi állatkert idén a Tetyeforrásházzal közösen szervezett nagy sikerű programmal a Vízvilágnapjával nyitotta meg a szezonját. Siptár Dávid az állatkert igazgatója elmondta, a zoo idén számos közös projektet indított útjára. A Mecseki Természettudományos Élményközpont nevű pályázatnak köszönhet 13 ezer gyermek vehet részt 3 éven belüli élménypedagógiai programban, ehhez kapcsolódóan pedig az állatkertnek az eddig nem hasznosított területeit is be tudják kapcsolni az oktatás, illetve a látogatás vérkeringésébe. Új tanösvényeket és oktatótereket alakítanak ki, továbbá olyan eszközfejlesztéseket visznek majd véghez, amelyek regionálisan is egyedülállóak lesznek. Társas kifutókat alakítanak ki, mint például a Dél-Amerika kifutót vagy az Afrika kifutót. Csökkentették a bérletárakat is 30% és 50%-kal. 3 új programot is bevezettek idén a panofilharmonikusokkal. Az akvárium keringőt, az interaktív zenés játékos dúdoldázót és az aludja cápával elnevezésűt. A bentlakók száma is bővül, 2 hét múlva egy új ragadozó érkezik a zóba, egy perzsa leopárd személyében.
Jól kezdte a Sopron elleni mérkőzést a PVSK Veolia. Úgy indították ugyanis a pécsiek a találkozót, hogy Antóni, Budimir, majd megint Antóni talált be kintről, mindeközben pedig hátul nem engedélyeztek egyetlen pontot sem a vendégeknek. A 40 perc alatt voltak hullámvölgyek is, de ez normális, főleg azonos képességű csapatok esetén. Most helyenként a támadásbeli egyénieskedés miatt voltak gondjai Csirke Ferenc tanítványainak, de szinte az egész meccsen jól játszva nagyon magabiztos győzelmet arattak hazai pályán a Sopron ellen. Ha még pár percig tart a meccs, talán meg lehetett volna a 30 pontos különbség is, de a 84-57-es végeredmény így is nagyon szép volt a fiúktól. Folytatás március 29-én csütörtökön, akkor a Körmend érkezik. Híradónk végén főbb híreink egy-egy mondatban. Megtartották a Méltóság mezeje programot. A gyógyíthatatlan betegekre emlékeztek. Jézus szenvedés történetét adták elő a fiatalok. Több ezren a tettyei misztérium játékon. Kreatív történelem verseny középiskolásoknak. Határon túli csapatok is a döntőben. Önök a Pécs TV híradóját látták munkatársaim nevében is, köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!